2018 nyarán igazoltál hozzánk, és azóta már 50 bajnoki mérkőzésnél tartasz. Ennek is szólt a hosszabbítás? Azt gondolom, hogy igen. Ami fontos, hogy a csapat legyen sikeres. Természetesen örülök, hogy ilyen sok alkalommal pályára tudtam lépni. Mindenképpen azon leszek, hogy próbáljam meghálalni a bizalmat, amit most a klub részéről kaptam. A csapatkapitány is lettél, amikor ide kerültél, ami nem kis felelősség, és úgy tűnik, hogy sikerült ennyi idő alatt vezéré válnod mind az öltözőben, mind a pályán? Ez a társak is kellnek, hiszen egy nagyon jó közösség vagyunk, amiben tudom, a pályán vagy az öltözőben segítek mindenkit, és ami a legfontosabb az, hogy próbáljunk hasonló évet zárni, mint tavaly. 2024-ig hosszabbítottál, mik a terveid erre a három és fél évre? Szépen épül a, a klub, a csapat, meg tudtuk azt mutatni, hogy képesek vagyunk jól játszani. Most már a Magyar Kupában is jó lenne odaérni az első helyre. Ami a legfontosabb, az, hogy hétről hétre jól teljesítsünk, mint az eddésem, mint a mérkőzésem. Saját nevelésű játékosként mit jelent neked az, hogy a Puskás Akadémia játékosa lehetsz? büszkeséggel tölt Meg se fordult a fejemben az, hogy máshova menjek innen. Mindig is nagyon szívesen tértem vissza, ugye, amikor Fehérváron játszottam. Bármiben, hogyha kellett segítség, nagyon szívesen jöttem. Utána pedig az, hogy vissza tudtam kerülni ugye, az akadémiára, az hatalmas dolog, és most is ugye, a, ameddig tudok, harcolni fogok ugye, az akadémiáért. Mondhatom, hogy egy nagy család vagyunk, talán ez a légkör is azt segíti, hogy ugye, jól szerepeljünk a bajnokságban. Próbálok ugye napról napra úgy edzeni, úgy teljesíteni, hogy számítsanak rám. Természetesen ha úgy alakulna, akkor remélem, hogy van bennem még egy jó pár év, és be tudom itt fejezni a pályafutásomat.